Sziasztok! A mai videóban DRC 05, azaz Körte pályáját fogjuk megnézni. A pálya címe a pálya. Hát ilyenkor már úgy elgondolkodok rajta, hogy biztos, hogy látni akarom én ezt a pályát. Azért tudtok ennél jobb nevet is kitalálni, de azért megnéztem. Lássuk! Ó, tényleg, hogy miért is hívom őt Körtének, valószínűleg sokan nem tudjátok. Míg az Epres nyereményjátéknál kérdezte, hogy miért pont ez a nyereményjáték neve. Hát természetesen joggal, hogy jön az Eper a nyereményjátékhoz. De mindezt úgy tette, hogy közben az avatarján egy Körte van, szóval eléggé ironikus volt. Szóval azóta Körtének hívom. Egy berendezett ház, berendezett szobájában kezdünk, nincs semmi tábla, kiírás, gomb. Csak úgy ott vagyunk a szobában, úgyhogy elindultam nézelődni, találtam pár berendezett szobát a berendezett házban. Találtam egy medencét, ami felé az volt írva, hogy 1 liter water. Hát ha ez most tényleg 1 liter, akkor én egy manó lehetek. Találtam egy erkélyt, találtam egy házi mozinak kinéző valamit, megnyomtam rajta a gombot, de nem történt semmi, vagy nem látszódott. Találtam egy konyhát, a hűtőszekrényel egy kicsit el voltam. Oké, haladjunk tovább. Egy kis bolyongás után megtaláltam bejáratot. Az ajtóknál egy deszka van így keresztbe szögelve, hogy a vendégeknek többől letépje a fejét. A postaládában egy atomübertáp sétapálca. A pálca mellett volt 4 könyv. Ez meg mi volt? Oké. Szóval volt 4 könyv a pálca mellett, kezdjük a szabályokkal. Ne törj blokkot, ne játsz kreatív módba, tartsd be a szabályokat, és van még 50 oldal, élvezzétek. Csabusa az ász, hát ezt eddig is tudtuk. Történet, imádni fogjátok, egy szigeten laksz, ami mellett 2 másik sziget is van, váááá! A szomszédod Marika néni, aki erekjegyűjtő. Tettereta, tettera. Szóval Marika néni erekjegyűjtő, segíts neki megkeresni 10 elveszett erekjét. Ha ő az erekjegyűjtő, na mindegy, nem gondolkodok. Aztán van itt egy pont című könyv, a pályán összesen 64 aranyrög volt elrejtve. Volt? Már nincs? Marika néni begyűjtötte, biztos azt hitt, hogy erekje. 0-9 béna, aztán máskor sikerül jó, jobb mint a jó, csúcs, pro. Hát én most máskor sikerül szinten vagyok. Aztán van még itt egy befejezés című. Köszönöm, hogy végigjátszottad a pályát. Készítette DRC 05, azaz Körte. Én is köszönöm a pályát, a kézikönyv óvjon. A pálya felépítése miatt kapjuk meg előre a könyvet. Hamarosan látni fogjátok, hogy nincsen igazi végszoba, tehát hogy nem lehet tudni, hogy a játékos hol fogja befejezni, amit egyébként meg lehetett volna oldani. Tehát végül is megoldotta a helyzetet, így, hogy előre odaadta a könyvet, de szebb lett volna, ha csak tényleg a végén látjuk ezt a kiírást. Meg lehetett volna oldani, akár azzal, hogy a chatre írja ki, akár azzal, hogy kapunk még egy utasítást, hogyha befejezted, akkor már megint hallottam. Mi volt ez? Ha tovább megyünk az úton, eljuthatunk Marika néni házához, a bejárat szintén bedeszkázva, Marika néni pedig össze van zárva egy csibével, már megint csibe. Esküszöm, az előbb is tuti, hogy egy csibét hallottam. A ládában 3 beszélgetés és 64 csak, ha megengedett deszka. Kezdjük az elsővel, Marika néni azt mondja: én egy erekjegyűjtő vagyok, aranyoskám. Édes fiam, segítsd megkeresni az elveszett 10 erekjémet. Hol vesztette el Marika néni? Jártam a barlangban és a szigeten, ahol a tegnapi viharban tönkrement a híd. Biztos elhagytam valahol útközben, de akár itt is lehet néhány a szigeten. Rendben, megkeresem, csak várjon itt Marika néni. Köszönöm, édes fiam! A kettes azt írja, hogy csak akkor olvassuk el, ha már 9-et megtaláltunk, a 3-as pedig az, hogyha mindet. Azért bekukkoltam Marika néni házába, hát sokkal szerényebben él nálam, még a hűtőt se lehet kinyitni. Tovább az úton, egy híd, ami átvezet egy másik szigetre, ott egy kis bolyongás után találtam némi aranyrögöt, illetve egy darab erekét.
Még több bolyongás után pedig megtaláltam egy barlangot. Lent láttam pár fáklyát, úgyhogy volt egy olyan érzésem, hogy lesz még ott lent valami. Lefelé a leggyorsabb utat választottam, ezt csak a tériszonyosok kedvéért mutatom. Odalent igazából nem volt semmi érdekes, a barlangnak volt pár ilyen járata vagy elágazása, és akkor pár láda így el volt szórva, olyan nagyon elrejtve azért nem voltak. A legdurvább az volt, amikor egy ilyen lávás részen kellett pattogni, de megcsinálható volt, túléltem. Láthatjátok az erekéket, tök, íj, cipő, tényleg nagyon értékesnek tűnnek. Ami viszont kifejezetten idegesítő volt, a visszaút, nem volt megcsinálva lépcső vagy létra, a vízesésen kellett visszaúszni, ami igen lassú és unalmas. Persze én az egyszerűbb módot választottam. Az első szigeten találtam egy erekét, aztán elindultam a leszakadt híd felé, hát ekkor még nem tudtam, hogy nem szabad úszni. A hídon találtam még egyet, viszont utána a kis szigeten nem, pedig a vízben is kerestem, pedig már 8-nál tartottam. Hát, vegyük úgy, hogy az atomübertáp sétapálca is egy erekje, és akkor megvan a 9. Már megint, ez tutira egy csibe hangja volt. Már csak egy erekje hiányzik, biztos azon a szigeten lesz, ahol tönkrement a híd. Oda sajnos nem tudok átjutni. Adok neked néhány fadeszkát, azzal sikerülni fog. Köszönöm. Szóval itt derült ki, hogy nem kellett volna átúszni, viszont simán lehetett volna itt a végszoba vagy a befejezés, hogyha már így kitalálta, hogy ezt fogod utoljára megtalálni. Persze, mint a példa mutatja, ez annyira nem biztos, de akkor is logikusabb lett volna ide rakni egy ládába a befejezést. Itt azért már úgy elegem volt a keresgélésből, amit látjátok az egész párja erről szól, úgyhogy úgyhogy így elég volt és megkíméltem magamat, lássuk a harmadik beszélgetést. Marika néni, megtaláltam az összes erekjéjét, amik hiányoztak a gyűjteményéből. Köszönöm, édes fiam! Már megint, ez nem igaz. Mostanában folyton csipogást hallok. Gyakran kis csibékkel álmodom. Azt hiszem megőrültem. Lássuk azt a mérleget. Vicces volt a történet, tehát Marika néni és erekjegyűjtés, ezek az én fejemben valahogy nem egy dimenzióban vannak. Aztán a díszítés, bár nem sok saját építmény volt, de azok teljesen korrektül voltak megépítve. Aztán amik nem tetszettek, a beszélgetések könyvben voltak, ez nagyon régi módszer, és hát nem is passzol a beszélgetéshez, így a cseten sokkal jobb, tehát miért van az papírra vésve, hogy mi mit mondunk, szerintem ezt nem kell magyaráznom. Aztán ugye a túl sok keresgélés, jó lett volna más feladat, vagy kevesebb keresgélés, vagy máshogy, tehát én túl nagynak, túl soknak éreztem. Hát nem is találtam meg mindent. Aztán a kevés saját építmény. Persze nem nagy pálya, de akkor is két ház, egy út, meg egy híd. Na jó, meg egy leszakadt híd. Viszont maga a küldetés, a lényeg, a feladat, az ugye a generált terepen kellett ládákat keresni. Izgalmasabb lett volna valami saját építmény, akár egy várom, vagy akármi más, tehát valami saját. Egyébként 32 aranyragot gyűjtöttem össze, ami jobb, mint a jó. És végül Dogi Andi, a te következő mondatod, tintát eszik a bőrmacska. Sok sikert, a kézikönyv óvjon.